Hazámhoz és népemhez mindenkor hű leszek. Éppen esküt tesznek a Nyíregyházi Egyetem első évesei. A gólyák a fogadalomtételt követően válnak a kampusz teljes jogú polgáraivá. Az akadémiai tanévnyitón elhangzott, tavaly a pandémia miatt elmaradt az ünnepség, idén azonban jelenléti oktatással indulhat a tanév. A cél, hogy az egyetem a térség legszínvonalasabb felsőoktatási intézményévé váljon. Én tavaly évben már elkezdtem egy egyetemet Budapesten. Hát mondhatni, hogy az annyira nem tetszett, meg távol volt nagyon. Így most ugye hozzám legközelebb, hogy ez az egyetem esett, és így végül ez a választás jött. Az egyetem számára is különleges az idei év. Augusztustól ugyanis alapítványi fenntartású magánfelsőoktatási intézményként működik a kampusz. Mindenképpen saját magunk fogunk itt a kuratórium és a vezetőség dönteni a jövőnk felől, illetve bízunk abban, hogy mind oktatás, mind tudományos területen, illetve infrastruktúrális területen nagy fejlesztések lesznek. Az a bevallott célunk, hogy az alapítványi fenntartásra adódó lehetőségek teljes kihasználásával az itt szerzett diploma még értékesebb legyen, munkaerőpiacon, de versenyképes más egyetemek diplomájával szemben is. A kampuszon Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere vehetett át kitüntetést, mellyel az egyetem tiszteletbeli polgárává avatták. Hagyomány, hogy a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen a gólyák mellett a jubileumi diplomásokat is köszöntik. Idén először smaragdoklevelet is kiállítottak a 80 éve diplomát szerzett Adorján Gusztávnénak, aki személyesen nem tudott megjelenni. 115 oklevélből 65 egykori végzős vehetett át arany, gyémánt vagy vas oklevelet. Köztük Viraszkó Istvánné, nyugalmazott pedagógus, aki 65 éve végzett az akkori főiskolán. Nagyon megható, felemelő érzés, hogy itt a Nyíregyházi Egyetemen így megbecsülik a régen végzett tanítókat, tanárokat, és 10 diplomát kapunk. Én most harmadik alkalommal állok itt rebegő szavakkal, rebegő lábakkal, hogy 65 év után itt átvehettem a Nyíregyházi Egyetemen a vas diplomámat. A 2021-2022-es tanévben mérnök informatikus alapszakkal bővül a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája. Emellett több szakirányú továbbképzés is indul idén, melyekre szeptember 7-éig jelentkezhetnek a már diplomával rendelkezők.